Mikuláskor és karácsonykor is egyaránt 16 település hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyerekeinek szerez ismét örömet a Kisbocs Baba Mama Közhasznú Egyesület. Minden eddiginél több ajándékkal készülnek az ünnepekre az idén. Kőzerővel készülünk, több mint 3000 legót fogunk Mikuláskor szétosztani a hátrányos helyzetű gyermekek számára, és 2000 legót pedig a Jézuska fog majd kivinni a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Nagyon boldogok vagyunk, készülnek a címlisták, a legóknak a csoportosítása, úgyhogy minden napunk, minden szabad percünk a munkánk mellett ezzel töltődik el, hogy minden gyerek boldog legyen Mikuláskor és karácsonykor, úgyhogy nagy hála a LEGO csoportnak és a Kárpátok Alapítványnak, hogy ezt az óriási, szinte lehetetlen álmunkat segítenek abban, hogy megvalósuljon, és hogy megvalósítsuk. Az önkéntesek missziójuknak tekintik, hogy egy gyerek sem maradjon ajándék nélkül, tette hozzá az egyesület elnöke. Többségünk olyan családból származik, ahová sajnos nagyon sokszor volt olyan, hogy nem jött a Mikulás és a karácsony, Jézuska sem, sőt még karácsony fa se volt, és fenyőfa ágakat kellett összeszedni, a lehullott ágakat, hogy valami mégis karácsonyi hangulat legyen, és mi ismerjük ezt az érzést, és tudjuk, hogy milyen, és eldöntöttük, hogy a közvetlen környezetünkben ezt az érzést nem fogja senki sem érezni, sem Mikuláskor, sem karácsonykor, amit mi éreztünk, és bővítjük a kört, és még lesznek támogatóink, addig hogy ezt a célt, ezt a missziót, ezt tartjuk, és ebben a gondolatban, ebben a misszióban nagyon sok támogatónk van, és önkénteseink, akik elmentek a legókért, ide szállították a címlistákat, az alapszolgáltatási központoknak a vezetői, akik a 16 településen, településre lebontva, lányfiú arányban összeállították a címlistát, tehát ez egy óriási csapatmunka, és nagyon sokan dolgozunk azért, hogy megfelelőképpen boldogságot tudjunk osztani, hogy ez a motivációnk, és hát ezt szeretnénk mindig megvalósítani újra és újra és újra. Három új település került fel a listájukra, Kömlő, Tarnalesz és a Püspökladányi fogyatékkal élő gyermekek otthona. Az új gondolatunk a szociális dolgozóknak a gyerekeinek a megjutalmazása, hisz azt láttuk, hogy ők sem tehetik meg, hogy ajándékot vásároljanak a gyermekeiknek, ezért a pszichiátriai szenvedélybetegek otthonába és az Andor Noctájai fogyatékosok otthonába fogunk ellátogatni, illetve az általok működtetett támogatott lakhatásban élőkhöz is. Hogyan juttatjátok el idén az ajándékokat a gyerekekhez, ugye nem lesz rendezvényetek? Hát nagy logisztikát igényel, többféle módszert fogunk alkalmazni. A településeken házhoz becsöngetünk és érintésmentesen hagyjuk ott az ajándékokat. Itt segítenek nekünk a Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói és önkéntesei. Másrészt pedig a feldíszített fogattal fogjuk meglátogatni a hátrányos helyzetű családokat, és majd lehet lehetőség is itt Füzesabonyba például majd fényképezkedni a fogattal és a Mikulással. Tehát tulajdonképpen így a rendezvény hiányában úgymond megint csak elhagyjuk az ajándékokat. A Mikulással és segítőivel december 4-én délelőtt lehet Füzesabonyban találkozni.